A Földkutya év, Vízkutya hava. 2018. október 8-ától november 7-éig. Mely tulajdonságaink erősödnek fel? Öntörvényűség, önbizalom, érzékenység, sértődékenység, segítőkészség, meggondolatlanság, türelmetlenség. Mely életterületek kerülnek előtérbe? Karrier, kommunikáció, érdekérvényesítés, tekintély, hatalom, érzelmek. Milyen tevékenységek támogatottak? Kockázatvállalás, lázadás, meditáció, lelkizés, nagy beszélgetések. Milyen tevékenységek kerülendők? Múlton rágódás, régi sérelmek felemlegetése. Jó tanácsok! A vízkutya időszakok nagyon szélsőségesek és vibrálók tudnak lenni, intenzív érzelmekkel, heves és sokszor meggondolatlan tettekkel. A konfliktusokat nehezebb ilyenkor megbeszélni, a sértődés és konfliktus kerülés miatt most inkább lesz érdemes kellemes témákat előszedni, és arról beszélni, amit szeretünk, ami összeköt és amire lehet építeni, mint arról, ami nem jó, amiben nincs egyetértés, amin könnyű elcsúszni. Értelmetlen tartós viszályokat és sértődéseket lehet így megelőzni. Szerencsére a hónap energiái a jó szerencsét is támogatják, így könnyebben sikerülhet megtalálni a mindenki számára megfelelő és kellemes egyensúlyt a kényes helyzetekben. A vízkutya pajkos és játékos is, és nagy a mozgás igénye, ezért hasznos lehet labdajátékokkal kikapcsolódni ebben a hónapban, illetve mindenféle vízzel kapcsolatos, megnyugtató, lazító tevékenységet választani.